Nagyobb gondot azzal okozta, hogy a apuka, ő nagyon szerette volna, hogy a gyerekek szlovák óvoda, iskola, tanintézményekbe járjanak, míg a nagyszülői részről, mivel az én szüleim, ott a nagypapa volt az, aki minden áron a magyarhoz ragaszkodott, és végül is maradtunk ennyiben, mert velünk apuka annyit nem volt, és ki kellett alakítanom nekem a évek folyamán egy közös nyelvet, amit ugye itthon használtunk, és ez volt az angol, tehát a gyerekek tőlem nem hallottak magyart. A nagyszülőkkel ritkán találkoztak, és aztán én eldöntöttem, hogy végül is magyar óviba fognak kezdeni, és utána már maradtunk így. A vegyes házasságok témakörében kérdezlek téged. Először is vázolt fel nekünk, kérlek, hogy milyen a felállás. Ugye nálunk az édesapa az koreai, én szlovákiai magyar vagyok. Van egy 13 éves kisfiam és egy 11 éves lányom. A nyelv, amit itthon használunk, az az angol. Tehát nem a koreai, sajnos, azt szerettem volna, de közben jöttek dolgok, ami miatt ez nem jött létre. Milyen tanintézményekben jártak a gyerekek, illetve járnak? Mind a kettő magyar óvodába kezdtek el járni, és most magyar alapiskolába is, és a fiamnál most erbe van a magyar gimnázium is, úgyhogy mi ragaszkodtunk a magyar nyelvhez, legalábbis én. Miért döntöttetek így, hogy magyar nyelvű tanintézményeket fognak látogatni, és az apukának mi volt erről a véleménye? Hát ez nálunk eléggé vita volt az elején. Én is vegyes családból származom. Nekem az édesapám az magyarországi osztrák, tehát hogy azért eléggé vegyes a vérvonal. A legnagyobb gondot az okozta, hogy a apuka, ő nagyon szerette volna, hogy a gyerekek szlovák óvoda, iskola, tanintézményekbe járjanak, míg a nagyszülői részről, mivel az én szüleim, ott a nagypapa volt az, aki minden áron a magyarhoz ragaszkodott, és végül is maradtunk ennyiben, mert velünk apuka annyit nem volt, és ki kellett alakítanom nekem a évek folyamán egy közös nyelvet, amit ugye itthon használtunk, és ez volt az angol, tehát a gyerekek tőlem nem hallottak magyart. A nagyszülőkkel ritkán találkoztak, és aztán én eldöntöttem, hogy végül is magyar óviba fognak kezdeni, és utána már maradtunk így, mert a szlovákot az föld megtanulják máshol. Milyen érvekkel tudtad meggyőzni az édesapát arról, hogy jó lesz a gyerekeknek az, hogyha magyarba fognak járni? Hát nagyon nem érveltem, tehát eldöntöttem, hogy oda fog menni. Nem, ő amúgy nem nagyon szólt ebbe bele. Elején volt persze szóváltás az miatt, hogy nem szlovákba ment, de én így döntöttem, mert nagy volt rajtam a nyomás egyébként, és mondtam neki, hogy nekem is jobb, hogyha így járnak, mert megtanulja azt a szlovákot. Tehát én nekem volt, van is ismerősöm, aki szintén vegyes családból van, és náluk is ezt a példát, vagy mintát láttam, és én ezt követtem aztán végül is. És egyébként a gyerekek beigazolódott, hogy megtanultak szlovákul? Milyen a szlovák tudásuk? Noálnál most már nagyon érzékelni, mert ugye miközben alapiskolában, és ugye óvodában ugye magyar, meg az angol folyt neki, de viszont nem voltunk a szlovák közegtől se elidegenedve, tehát néztünk ugyanúgy szlovák meséket, ugyanúgy szlovák könyveket, Pozsonyban is nagyon sokat mászkáltunk, illetve az, hogy amikor elkezdte ő a alapiskolát, akkor eleve az, hogy a tanórák, vagy a szlovák nyelv alatt tanulták a szlovákot, illetve beiktattam őt egy karatéra sejére. A mesterek voltak szlovák nyelvűek, és ott ráragadt. Aztán jött a szlovák tábor, ami szintén nagyon, nagyon sokat segített nála, úgyhogy most már nincs ezzel gondunk. Tehát, hogy a Noálhoz most már nagyon szépen beszél szlovákul. A lányomnál ott van egy olyan dolog, hogy ő magyarul kezdett el beszélni, utána valahogy megmaradt az angolnál. Ő neki nehézséget okoz ez a kétnyelvűség, de nem hiszem, hogy ezzel gond lenne, tehát ő is majd eléri azt a kort szerinte, amikor ez majd változni fog nála, úgyhogy nem félek tőle. Egyébként a koreai kultúra mennyire érdekli őket? A lányomat inkább így fogalmaznék, hogy az ázsiai kultúra. A Noálnak úgy mindegy, de viszont a koreai kultúra az itt van velünk, mert én azért iparkodtam a évek alatt behozni ezt, tehát én megtanultam úgy főzni, azokat az ételeket készítem el, amik vannak, meséket is néztek, amikor még kisebbek voltak, de itt élnek. Tehát, hogy ez jelentősebb, ami nálunk van, mint a koreai kultúra. De ismerik, igen. Az édesapa, amikor ide jött dolgozni, akkor ugye nyilván meg kellett ismerkednie azzal, hogy Szlovákiában különböző kisebbségek élnek. Ez mennyire volt meglepő számára?
csodálkozott rajta, hogy lehet, de egyébként a én osztrák rokonaim szintén, tehát nem kell nagyon messzire menni. Én is voltam kint Koreában, és náluk is eléggé vegyes ott a lakosság. Amikor még velük is dolgoztam, akkor úgy minél megkérdezték tőlem, hogy most hogy is van, mert ugye Magyarországon dolgoztam, és ott, hogy tehát te Szlovákia vagy, de magyarul beszélsz, és akkor ez most mi? Meglepődött rajta, de ezt gyorsan elfogadták, úgyhogy nem okozott ez neki gondot különösebben. Összefoglalva, akkor nem érzitek, vagy érzed azt, hogy ha a gyerekeket magyar iskolába irattad, akkor ez bármiféle hátránnyal járna nekik? Maga a nyelvtudás nem, de a leszármazás igen. Tehát, hogy az, hogy most milyen nyelven beszél, azt úgy nem igazán érzékeltük, mert a gyerekek mindjárt váltottak angolra, hogyha valami kényelmetlen szituáció volt, és ezáltal fordult a kocka. De viszont az, hogy félvér, mind a kettő, ezzel voltak gondok, főleg a fiamnál. Uh-huh. Úgyhogy azért beléjük kötöttek, igen. Noel, elég sok nyelvű család vagytok. Elmondod nekem, hogy milyen nyelveken beszélsz, és hogy a te meglátásod szerint milyen szinten? Magyarul és angolul. Szerintem mind a kettőt eléggé folyékonyan beszélem. És a szlovákkal mi a helyzet? Szlovák is azért megy, de még lehet rajta javítani szerintem. Az, hogy a szüleid téged magyar iskolába, illetve óvodába adtak először, szerinted a részükről milyen döntés volt? Szerintem eléggé jó döntés volt. Szlovák óvodába vagy iskolába küldeni engemet szerintem eléggé felesleges lett volna. Hogy gondolod, hogy érted ezt? Hát úgy értem, hogy ha szlovák óvodába vagy iskolába lettem volna küldve, szerintem nagyon nehéz lett volna megtanulni. A magyar és a angol mellett persze. Érte bármiféle atrocitást téged az miatt, hogy az apukád koreai mondjuk? Igen. Még egy-négyen eléggé sokat csúfoltak engem is, meg a apumat is háta mögött, hogy csincsungna. Úgy ezzel a kifejezéssel mondom el, hogy ezt a szót használták, mikor meg akartak nevezni engemet. És eléggé sértő volt, de aztán annyit döntöttem, hogy csak nem fognak érdekelni, és mentem tovább. Meg tudtad fordítani esetleg ezeket a szituációkat? Azokkal, akik csúfoltak, úgy fordítottam meg a szituációt először, hogy elkezdtem velük barátkozni. Szóval nem leszek csúfolva, de aztán olyan ötödik fele pedig már eldöntöttem, hogy csak nem leszek se barát velük, se ellenségük, csak nem fognak érdekelni engemet. Szerinted mi a pozitívuma annak, hogyha mondjuk egy vegyes házasságból magyar iskolába megy a gyerek? Egy vegyes családból szerintem az a jó, hogy ha például van egy nyelv, amit meg kéne tanulni a iskolába, és vegyes a család, könnyebben megy a gyereknek megtanulni azt egy nyelvet.